Megbeszéljük. A vonalban Bajnai Gordon, az Együtt PM vezetője. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Önnek is gratulálok, ahogy ezt megtettem néhány perce Mesterházi Attilának. Ez szép és gyors munka volt ahhoz képest, ami az elmúlt napokban történt. Hát én is azt gondoltam, hogy nem jó, hogyha sokáig fennáll a bizonytalanság ezen a térfélen. Azt vállaltuk, hogy augusztus 31-ig, így vagy úgy, de befejezzük ezeket a tárgyalásokat. Most, ha jól emlékszem, 29-e van, úgyhogy bár nem volt zökkenőmentes az elmúlt néhány nap, de sikerült lezárnunk, és egy nagyon nagy dolgot jelentettük be, azt, hogy ahogy ígértük, hogy tavaly október 23-án én magam is megcéloztam, létrejött az ellenzéki szövetség, megszületett az az ellenzéki összefogás, amivel le fogjuk váltani Orbán Viktor 2014-ben. Hát, még azért sokat kell dolgozni hozzá, és ehhez sok erőt és kitartást és szorgalmat és szerencsét is kívánok, de akkor nézzük a közelebbi teendőket, illetve magát a megállapodást egy pillanatra. Ugye egy dologban nem sikerült megállapodniuk, vagy legalábbis ezt a választások utánra halasztották, a választások eredményétől függően, hogy ha nyerne az ellenzék, akkor ki lenne az új kormány miniszterelnöke. Nagyon kézenfekvő a megoldás, annak a pártnak a vezetője, vagy az általa megjelölt személy, amely párt a legtöbb szavazatot szerzi. Ha ez az Együtt lesz, akkor feltehetően Bajnai Gordon, ha a szocialisták, akkor feltehetően Mesterházi Attila. De ez annyira magától értetődő, hogy akár ezzel is nekiindulhattak volna hónapokkal ezelőtt. Miért nem ezzel kezdték? Azért, mert, és ez az én javaslatom volt, még talán áprilisban, ha emlékszik, publikáltam egy cikket, hogy szerintem hogyan kell eljutni a megállapodásig. Azt javasoltam, hogy szakaszosan haladjunk. Haladjunk szakaszosan, és először nézzük meg, hogy van egy olyan program, ami mentén majd együtt tudunk kormányozni, ami jobb világot kínál Magyarország lakóinak, mint amit az Orbán rezsim most csinál belőle. És ez a program megszületett, emlékszik, néhány hetet közösen jelentettük be, hogy megvan, ez elérhető az interneten. Ha van közös program, akkor már van miről beszélni. Aztán azt mondtam, hogy a következő lépés, hogy állapodjunk meg az egyéni jelöltekben, mert ez az ellenzéki működés, együttműködés alfája és omegája. Itt akart minket Orbán Viktor kicselezni a választójogi törvényével. Azt akarta, hogy mi ne tudjunk. Azt gondolta, hogy olyan személyi érdekek vannak helyben ezerején, hogy ezt nem fogjuk tudni összeegyeztetni, pártérdekek, stb. És ezért már egy megosztott ellenzékkel állhat szemben. És ebbe kellett nagy levegőt vennünk, sokszor nekifutnunk ennek a dolognak, de azt hiszem talán példátlan módon 8 hónappal a választások előtt sikerült megállapodnunk mind a 106 körzetben abban, hogy hol kiindul. Ráadásul abban is megállapodtunk, hogy innentől kezdve nem külön-külön a párt hovatartozást fogjuk hangsúlyozni helyben, hanem azt, hogy közös ellenzéki jelöltnek tekintjük őket. Ez a két alapköve van az ellenzéki megállapodásnak, ezeket most letettük, innen már létrejött a szövetség. Az a kérdés, hogy ki legyen a miniszterelnök jelölt, az nem csak azért nehéz kérdés, mert hát ugye két embernek kellene erről megegyezni, aki nyilván hisz magában, mert ez így helyes. Meg mögöttük a pártoknak is. Meg a pártoknak is, és ami megfontosabb, amit mondani akartam, és talán amit az elmúlt egy hétben én legalábbis nagyon megéreztem, megértettem, hogy nagyon-nagyon sok szavazónak ez egy lényeges kérdés, és szavazat veszteséget okozhatna az, ha most ezt a kérdést élére állítanák. Másik oldalról meg egy hete megállapodtunk Mesterházi Attilával abban, hogy az, hogy a választók döntsék el, hogy ki legyen az ország vezetője a következő 4 évben, az egy nagyon helyes, demokratikus elv. És ezt valahogy meg kell csinálni. Abba volt vita, hogy milyen módszer, hogy most egy ilyen gyors közvéleménykutatással essünk túl rajta, vagy valamilyen bonyolultabb előválasztással. De az egyértelmű, hogy a választóknak kellene eldönteni, hogy ki legyen a következő miniszter. Ehhez képest a legbiztosabb, a legdemokratikusabb, és hát a legkevesebb fájdalmat okozó, ráadásul a legolcsóbb, mert ez nem az önök pénzébe kerül, hanem a választásokat a kormány, illetve az állam bonyolítja le, tehát ők fizetik ennek költségét, az, hogy megvárják, hogy a választásokon milyen eredményt érnek el. Igen, azt mondtuk, aki nagyon világosan, hogy az döntse el, hogy kiadja a miniszterelnököt, hogy a listán, a listás szavazatoknál, az elsődleges, amikor oda megy a választó a szavazófülkébe, kap egy cédulát, amin csak listán pártokra szavazhat, ott szavazhat az MSZP-re, az Együttre vagy másra. Ebből ki az, aki kettőnk közül a legtöbbet kapja, mind a két párt közül, az döntse el, hogy kiadja a miniszterelnököt. Egyébként meg az egyéni jelöltekben ne legyen betélkedés, semmilyen betélkedés, mert akkor Orbán Viktor a nevedő harmadik.
A következő kérdés, amit itt egy hallgató is felvetett, a híreinknek nyilatkozó Gyurcsány Ferenc pedig még élesebbé tette, hogy hát rendben, megegyeztek, de Gyurcsány szerint az is probléma, hogy nem neveztek meg miniszterelnök jelöltet, mert szerinte anélkül nehéz vagy nem lehet legyőzni Orbán Viktort, kell egy vezető arc, de ezt most tegyük félre, és ön részben meg is válaszolta ezt az imént, de az egy valódi kérdés, hogy és mi van a többi demokratikus ellenzéki erővel, legyen az a demokratikus koalíció, legyen az Fodor Gábor pártja, Kunce Gábor Egyesülete, egyéb politikusok és politikai csoportok, Bokros Lajosig bezárólag, velük most elkezdenek tárgyalni, és esetleg megállapodnak arról, hogy az együttnek fenntartott egyéni képviselői helyekből esetleg kap X és Y, a szocialistákéból kapsz Z és A, és esetleg még a listájukra is fölveszik egyik másik politikust. Miről fognak tárgyalni, hogyan, kivel és hogyan egyeztetnek például a szocialistákkal erről? Azért egy mondat elején még hagyom meg vissza a kérdése elejére, ahol arról beszélt, hogy hát minden áron egy embernek kell lenni. Annak sok előnye van persze kommunikációs szempontból, de azért a világban a legtöbb helyen nem csak két blokk verseng a kormányzásért, hanem több párt is van, és azoknak mindegyiknek van valami a lista vezetője, miniszterelnök jelöltje. Itt az európai demokráciák többségében így van, az angol száz rendszerekben van ez a többnyire két párt rendszerű, két elnök jelölt. De Angliában is most három párt futott be, Angliában is koalíció van egyébként, tehát inkább befelé megy a világ. Sokszínűek ezek a mai társadalmak, sokféle szavazó van. Éppen azt értettük meg az elmúlt egy hétben is, hogy valószínűleg sok szavazatot vesztenénk azáltal, ha most mindenképpen valamelyik döntést kierőszakolnánk, hiszen nagyon sokan lehet, hogy elmennének bizonytalan, sokan vannak, akik nem akarnak egyik vagy másik szereplőre, vagy a mögött álló pártra szavazni. És beleesnének az Orbán Viktor állított a csapdába, hogy akkor két pártrendszert alakítanának ki ezzel. Miközben nekünk az a célunk mindenek fölött, hogy mindenkit váltsuk le Orbán Viktort. És ezt a célt, ez a megállapodás mindennél jobban most szolgálja. De hogy a kérdés a másik részét se hagyja megválaszolatlanul, a többi... Hiszen ezt az előbbit már elintézték, de a másik részét a kérdésemnek még nem. Igen. Ebben is világos, most megállapodtunk a szocialista párttal. Ők jelezték, hogy van néhány olyan ellenzéki formáció, akikkel ők készülnek tárgyalni és megegyezni most. Úgyhogy azt mondta Mesterházi, hogy pillanat mellettem álló a sajtótájékoztatón, hogy ő haladéktalan a jövő héten elkezd tárgyalni, ha jól értettem, a DK-val, Fodor Gábor pártjával és talán a szociáldemokratákat említette még, hogy velük is megpróbál megállapodni, ami az MSZP listáját és az ő mondjuk egy kontingensét érinti. Ő egy szélesebb blokkot akar létrehozni. Mi magunk már eleve egy pártszövetség vagyunk, ugye a Párbeszéd Magyarországért, és az együttben szereplő három civil szerveremből ide került emberek, úgyhogy mi is egy széles koalíció vagyunk már eleve. De ennek a bővítésén, esetleges bővítésén nem gondolkoznak, vagy ez úgy gondolják, hogy ez most nem az önök feladata lenne, hanem az MSZP-é? Válaszok külön. Az MSZP megnevezte azokat, akik ő tárgyalni akar. Milyen magunk vonatkozásában folyamatosan nyitottan nézzük, hogy kivel lehet, lenne még érdemes társadalmi támogatottság, és hát persze mindenek előtt a hasonló világlátásokán beszélni. Erről most nem tudok egyelőre többet mondani. De nincs kizárva ezek szerint. Nincs kizárva egyáltalán. Természetesen minden, ami közelebb visz Orbán Viktor legyőzéséhez, azt meg fogjuk lépni. Köszönöm szépen, Bajnai Gordon volt miniszterelnök, az Együtt PM vezetője. Viszont hallásra! A hírek után is lesz mit megbeszélni. Klubrádió. Tények, vélemények.